Azt gondolom, hogy ha megnézi, azért a bevallott jövedelem, amivel rendelkezem, azért nem kevés. Ma reggel azt írtuk a 444-en, hogy hamarosan bemutatunk majd egy videót, amelyen az lesz látható, hogy hogyan találkoztunk Rogán Antallal itt a Hyde Park mellett, London egyik legpatinásabb szállodájánál. Egy kicsit hosszabban tartott most ennek a videónak az elkészítése, hiszen eredetileg csak ennyit szerettünk volna mutatni. Londonban vagyunk, egy órával ezelőtt jött véget a Bajnokok Ligája döntője a Wembley stadionban, amelyen részt vett Rogán Antall is a családjával. Majd pedig eljöttek ide a Mandarin Oriental Hyde Park nevű hotelbe, ahol az elnöki lakosztályt választották maguknak. Az elnöki lakosztály itt nagyjából 3,5 millió forintnak megfelelő fontba kerül egy éjszakára. De Rogán Antall a vagyonnyilatkozata szerint is egy vagyonos ember, hiszen a találmányából nagyon sok pénze van. Miniszter úr, jó estét kívánok! Jó estét! Kaufmann Balázs vagyok a 444.hu-tól. Igen? Azt szeretném megkérdezni, hogy az előző igazságügyi miniszter tájékoztatása szerint kihúzott... Most éppen Londonban vagyunk, és egy meccsről jöttem a gyerekekkel. A békemeneten még szívesen rendelkezésre álltam volna, de itt már. Ott volt a békemeneten? Igen, ott voltam. Meddig marad Londonban? Mindösszesen holnapig. De húzott ki dolgokat az ügyészség ilyen anyomozati iratokból? Erre utal az is, hogy nincsenek benne a vádiratban. Reggel aztán visszajöttünk ide a hotelhez, és némi várakozás után megláttuk Rogán Antallt és a feleségét sétálni a Hyde Parkban. Oda mentünk hozzájuk, és ez a beszélgetés zajlott köztünk. Miniszter, jó napot kell! Tessék? Parkban sem lehetünk szabadon? De és ne ugyan ez egy nagyon olyan szituáció, ami igen. Tudjuk, hogy... Igen. Én azt gondolom, hogy ezért elnézést is nem kérünk. Tartják tiszteletben a magánéletemet, amikor sétálunk a parkban, az finoman szóval rőstúlzás. Ezért elnézést is kérünk, azt viszont ön a kormány kommunikációért felelős miniszter, aki évek óta nem adott interjút. És magunknak, és tényleg megígérem, és ezt most fel is veheti, hogy egy hét múlva, 10-én vagy 11-én adok önöknek egy interjút. Amikor eljöhetnek, akkor most békén fognak hagyni minket? Abszolút. Kezed rá. Jó? 10-én vagy 11-én kapnak tőlem egy időpontot, kapnak egy interjút, és akkor az a kérésem... Bejön hozzánk a 444.hu-hoz? Hát inkább azt kérem, hogy önök jöjjenek ki. Szívesen megmutatom a Karmelitában a szobámat, ami olyan titokzatos helynek tűnik. Üljünk le és csináljuk egy interjút. Jó? Nagyon jó, köszönjük odáig szépen. Elég sok dolgom van, és tényleg... De 10-én, 11-én kapni fognak egy... Megbeszélem a Zsófiékkal, és már jelentkeznek már hétfőn. Tehát holnap... Szerintem még ma jelentkezni fogunk egy e-mailben. Nagyon jó. Köszönjük, miniszter úr. Annyi kérdést engedjen meg, hogy a miniszterelnök tegnap arról beszélt, hogy élet-halál kérdése ez a kampány, és hogy nincs ideje itt a pihenésnek. Barátaim, a jó Isten 6 nap alatt teremtette a világot, és a 7. pihenést írt elő. De sajnos most mi a 7. napon sem pihenhetünk meg. Tövikkel nyomni a gázt, ami a csövön kifér. Hogy nézze, ehhez képest én azt gondolom, itt állunk. Én ezt elmondtam a miniszterelnöknek is, hogy én ezt még valamikor februárban megígértem a gyerekeimnek, akik szerettek volna megnézni a Wembley-ben egy BL döntőt, 3 fiamban, és már februárban lefoglaltuk mindent, meg az első lehetséges alkalommal megvettük a jegyeket. Úgyhogy kértem rá egy engedélyt, hogy hadd jöhessek ki, és értelemszerűen már holnap reggel én munkába állok, és teszem a dolgomat ugyanúgy, ahogy eddig is tettem. És a szálloda díját azt a... Azt gondolom, hogy ha megnézi, azért a bevallott jövedelem, amivel rendelkezem, azért nem kevés. És én azt a jövedelmet összintén nem magamra költöm, hanem leginkább a gyerekeimre, meg a feleségemre. Azt gondolom, ez így normális. És ezt az élményt ők már nagyon régóta szerették volna, és meg is kapták tőlem pontosan ezért. Wembleybe szerettek volna eljönni, a Wembleybe szerettek volna egy BL döntőt megnézni. Mégiscsak apa vagyok, tehát ezt megengedtem nekik, megbeszéltük. És február már régen volt, most addig lemondhattam volna természetesen, de akkor meghoztam őket ettől az élménytől. Nagyon köszönjük, hogy ezt elmondtam. És nagyon várjuk az interjút, és még egyszer elnézést azért, hogy tényleg az a kérdésem, ebben a helyzetben, hogy a családomat, de a feleségemet, is érti, meg a hogy gyerekeimet a sajtónak van. Jó? Semmiképpen sem. Jó? És jó. Akkor adjunk rá kezet, hogy most béké hagynak minket. Abszolút, nem csinálunk több felvételt. Egy-két ilyen kis délutáni programunk van, sétálgatunk, ilyesmi. Jó? Rendben. Egyébként magángéppel jöttek? Ez hadd maradjon az én dolgom. Mi fapados géppel jöttünk, és egy elérhető áru Airbnb-ben szálltunk meg, de ettől függetlenül ez a mi kis szerkesztőségünknek még óriási kiadás. Te úgy tudsz részt venni a hasonló anyagok létrejöttében, hogyha belépsz a körbe, hogyha előfizetője leszel a 444-nek.
kérlek csatlakozz hozzánk.